Köszöntöm Önöket, ez a Beszéljünk róla magazin. Október a merrák ellenes hónap. A rák nem hasonlítható semmilyen más betegséghez, bármi is volt előtte, ez a rák. Tisztelni kell, együtt menetelni alázattal, de nagyon határozottan, mert kemény ellenfél nem válogat. Ignác Magdolna Legyőzhetetlen című könyvéből idéztek azok, akik kiadták Kiskunhalason ezt a plakátot, ugyanis kettő olyan esemény lesz a héten, amely pont ehhez a betegséghez kapcsolódik, és a szűrővizsgálatokhoz. Két vendéget hívtam ide a Halas Televízió stúdiójába, dr. Sári Tamás, osztályvezető főorvos, szülészetnőgyógyászat éléről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És dr. Ördög Csaba, főigazgató, orvosigazgató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Kezdjük először is azzal, merrák ellenes hónap. Annak idején az Egyesült Államokban volt az első nagy kampány. Milyen sikereket lehetett azóta elérni több évtized alatt? Mennyire számít ez még mindig rettegett kornak? Mindenféleképpen rettegett kórképnek számít, tekintettel arra, amit hallottunk is a fővezetőben, hogy ez egy nagyon komoly küzdelmet igénylő és igazából halálos veszélyt jelentő betegség. A laikus kampányoknak óriási nagy szerepe van. A daganatos betegségekre általában és a mellrákra különlegesen igaz az, hogy egyrészről minél korábbi fölismerés, minél jobb gyógyhajlamot biztosít az ember számára, tehát a gyógyulás lehetősége minél korábbi fölismerésen alapul. Másrészről a szűrővizsgálatok közül egy, vagy a daganatok közül egy bizonyos szempontból speciális betegségről szól, itt az önvizsgálatnak is óriási jelentőség van. Tehát nem csak a tünetek megfigyelésének, hanem a nőknek az önvizsgálatának. Azt kell mondanunk, hogy ezeknek a daganatoknak a nagy részének az első felismerése a betegek részéről történik meg. Mikor érdemes egy édesanyának beszélni a lányával, vagy akár a gondviselő szülőnek, hogy kezdjen el önvizsgálatot tartani? Mi az a legkisebb kor? Én azt gondolom, hogy részben a szülőknek a felelőssége, részben az iskoláknak a felelősség, de nagyon nagy felelőssége van a nőgyógyász szakmában is ebben. Azt tudni kell, bár nem mindig valósul meg, hogy minden egyes nőgyógyászati szűrővizsgálathoz, azaz a rákszűréshez, a komplex szűrővizsgálathoz hozzátartozik a mell vizsgálata is. Tehát egy évben egyszer mindenféleképpen, amikor a nők rákszűrésre jelentkeznek, akkor a nőgyógyászoknak a mell rákot is kell szűrni, és ilyenkor az első alkalommal hangoztatnunk kell a hölgyek számára, hogy fürdés után, vérzés utáni időszakban saját magunknak tapintsák át a mellüket. Nyilván nem azt kell észrevenni, hogy rossz benne valami, hanem az, hogy változott ahhoz képest, amilyen korábban volt ez a tapintási lelet, és nyilvánvalóan nagyon fontos, mivel hormonra reagáló szerv az emlő állománya is, hogy a ciklusnak abban a fázisában mindig ugyanakkor nézze. Mert a menstruáció alatt mirigyesebb, utána kevésbé mirigyes, középidőben megint mirigyes tapintata van, tehát a vérzés elmúltával fürdés után érdemes 2-3 havonta egyszer áttapintani saját maguknak, a nőknek az emlőt. Most kifejezetten a mellrák ellenes hónapról van szó, azonban egy picit tekintsünk itt, milyen szűrővizsgálatokra van lehetőség a Kiskunhalasi Semmelweis kórházban, akár hölgyek, akár férfiak számára. Többféle szűrővizsgálat elérhető az intézetünkben. Az emlőrák szempontjából egyrészt, amit a főorvos úr is említett, a nőgyógyászati rutinvizsgálat során történik egy szűrővizsgálat. Ezen kívül a mammográfia megemlítendő, amiről rendszeresen idézőjelben beutalót is kapnak, egy felhívást a hölgyek. Sajnos mindezek ellenére a hölgyek egy része nem érkezik meg ezekre a vizsgálatokra, pedig rendkívül fontos, ingyenesen elérhető országos népegészségi szűrővizsgálatról beszélünk. Ezen kívül nyilván a férfiak számára is, őket ez kevésbé érinti, ez a betegségcsoport, de ott is előfordulhat ilyen típusú betegség. Fontos, hogy a rák megelőzés szempontjából, ugye akár az urológiai, ami a prostata szempontjából nagyon fontos, akár vastagbélrákok, ezek népegészségügyi országos szűrővizsgálatok, és akár a vastagbél rákoknak a diagnosztizálása, ez mind elérhető a Kiskunhalasi Semmelweis kórházban. Gondolom, hogy önök számára is nagyon felfoghatatlan ez, hogy emberek, mi meg tudjuk gyógyítani a problémát, de csak akkor, ha időben jönnek. Mennyire jellemző, hogy halogatunk, tolunk, majd elmúlik, majd kenünk rá valamit, majd elmúlik? Nyilván az érintettek okán az általánosítás nem a legjobb kifejezés.
összességében elmondható, hogy azért sajnos a nők egy jelentős része felhívások ellenére nem jelenik meg ezeken a szűrővizsgálatokon. Egy másik részük az ő tiszteletükre becsülettel megjelenik, és ezeket végigcsinálja. Mivel egy olyan ráktípusról beszélünk, ahol ha priméren és hamar felfedezik, akkor jól kezelhető, sok esetben meggyógyítható, én azt gondolom, hogy rendkívül nagy jelentősége van. Van az emberek egy része, aki ezt nem veszi komolyan, lehet, hogy azért, mert még annó nem volt olyan típusú képzés, ahol megfelelően felvilágosították volna. A mi célunk egyben az is az egészségfejlesztési irodával, hogy mindenkihez eljuttassuk ennek az üzenetértékét, hogy bizony, hogyha időben diagnosztizál van, akkor ez gyógyítható. Lehet, hogy bennünk van az, hogy orvoshoz csak akkor megyek, ha baj van? Igen, még van egy férfiaknál meg még rosszabb, gondolom, ez az arány. Hát attól függ, hogy miről van szó. De igen. Nézzük, milyen, ugye beszéltünk a tapintásról, ennek a fontosságáról, milyen egyéb lehetőségek vannak még a szűrővizsgálatok elvégzésére, és mennyi ideig tart, mennyi idézőjelben nyüggel tart ez, időben mennyi ideig? Hát ugye rendelkezésre áll az ultrahangvizsgálat, ami a tapintási leletnél egy pontosabb diagnózis lehetőségét adja. Lehetőség van nyilvánvalóan az említett mammográfiára, ami egy röntgenvizsgálat sugárterheléssel jár, tehát az alkalmazhatósága bizonyos szempontból korlátozott, ezt 2 évente szokták alkalmazni pont ezért, de az ultrahangvizsgálattal nagyon szépen kiegészítik egymást. Vannak bizonyos állapotai az emlőnek, amire az ultrahangvizsgálat specifikusabb, van, ami a mammográfia, igazából a daganatok szűrésére a mammográfia specifikusabb talán egy picit, de mondjuk az ultrahang nélkülözhetetlen, mert hogyha találnak egy elváltozást, akkor először nem operálják, hanem mondjuk mintát, biopsziát vesznek belőle tűvel, és ez egy ultrahang vezérelt, célzott biopszia például. Tehát az ultrahang és maga a radiológia az karöltve jár ebben a betegségnek a diagnosztizálásában, illetve a szűrésében. Természetesen a szépítészeti sebészettel bejöttek mindenféle implantátumok lehetőség, és ezek közül talán a legelterjedtebbek az emlőimplantátumok. Úgyhogy gyakorlatban az szokott lenni, amikor egy ilyen beültetésre kerül, előtte kell egy mammográfiát végezni, hogy negatív rendben legyen minden. Ezek után viszont részben már csak az új mammográfiás készülékek alkalmasak ennek az emlőállománynak a vizsgálatában, itt egy bizonyos szintű préseléssel történik a vizsgálat, amit ezek az implantátumok annyira nem jól tolerálnának. Másrészt, hogy nyilván az egyéb képalkotó eljárások, az MR-a, CT-nek a lehetősége is adottak ennek a betegségnek a követésére, valamint nyilván nem csak az emlőt szűrjük magát, hanem a nyirokcsomókat is, amik a hónaj felé vezetnek, és arra viszont az ultrahang a legjobb megoldás. Nagyon laikus vagyok ezen a területen, nézzék el. Örökletesen lehet ennek nagyobb veszélye, hogyha valakinek már volt a családban egy rizikófaktor lehet? Laikus kampányok pont ezért nagyon fontosak, és egyáltalán nem laikus a kérdés. Ennek a betegségnek, vagy legalábbis ugye az a baj, hogy az emlődaganat is önmagában egy nagyon heterogén betegségcsoport, tehát nem egy egységes betegségről van szó, de ez önmel megállapíthatjuk, és a laikus információ szempontjából nagyon fontos, hogy nagyon komoly örökletes szerepe van, vagy az örökletességnek nagyon komoly szerepe van a genetikának benne. Ez annyira komoly szerepe van, hogy erre vannak génmutációk, amiket sajnos csak fizetős vizsgálat formájában, de lehet szűrni, tehát a vérvétel után genetikai vizsgálattal, a BRCA1-2 gén vizsgálatával gyakorlatilag a fogékonyságot, a valószínűségét meg lehet jósolni ennek a betegségnek a kialakulására. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy biztos, hogy ki fog alakulni a betegség, csak akinél ennek a génmutációnak a pozitivitása megvan, annál szinte biztos, hogy ki fog alakulni, hogyha elég sokáig él ez a betegség. Olyannyira, hogy vannak híres színésznők, akik például erre való tekintettel meg is operáltatták magukat. Ezek elsősorban az emlő, breast cancer a BRCA-ból, de egyébként a nőgyógyászati daganatokra is érdekesek. A genetika nagyon komoly fejlődésen megy keresztül jelen pillanatban, és nem tudjuk jelen állapotunkban ezeknek a szűrővizsgálatoknak a jelentőségét, mert bizonyos betegségeknek a bizonyos genetikai hajlama megvan például az emlőráknak, de nem szeretnénk megijeszteni senkit, hogyha ez a pozitivitás megvan, hogy ő neki biztos ez lesz a betegsége, mert erre kellő idő és statisztika jelen pillanatban még nem áll rendelkezésre, de minden esetre a fokozott óvatosságot mindenféleképpen igényli, tehát ez a betegcsoport, vagy ez a nőcsoport mindenféleképpen fokozott odafigyelésre igénye, és ugye valaki nem csináltatja meg ezt a vizsgálatot, teljesen logikusan, hogyha a családban valakinél emlőrák előfordult, akkor a hajlam lehetősége ott van náluk.
Gondolom az önök irányába elmondható egyik legszörnyebb kérdés, hogy de mitől van ez a sok rák, mi okozza ezt? Én kicsit kibővíteném ezt. Mennyire vagyunk mi a magunk életvitelével, esetleges egészségtelen életmódjával, mindennek az erősítői? Például a mellrák esetében mit mutat a szakma, mit mutatnak a vizsgálatok, mi az, ami nagyon káros és nagyon ronthatja a helyzetet? Forrongnak a statisztikák meg a megfigyelések ebből a szempontból, ugye jelentősége vonjuk a szoptatás elmaradásának, nagyon fontosnak találják azokat, amikor valaki későn szeretne teherbe esni, és ezért mindenféle hormonkezelést kap. Szerepe van a hormonális fogamzásgátlóknak is, kiderül néha, hogy jótékony, kiderül, hogy néha kevésbé jótékony szerepe van, rizikófaktorként szerepelnek a hormonpótlás. Mindenféle dolog, ami mesterséges beavatkozás, nyilván magába hozadozza ennek a kockázatát, és ezt folyamatosan vizsgálják. Nyilván avval alapvetően tisztában kell lennünk, hogy tovább élünk, mint ami korábban előfordult. Tehát a daganatos betegségeknél nyilván azok a külső káros hatások, amit érik a szervezetet, az nem mindegy, hogy 30 éven keresztül, vagy 70 éven keresztül érik a szervezetet. Nyilván ez a fiatalkori daganatos betegségekre nem vonatkozik, tehát egyrészt, hogy sokáig élünk, sok káros hatás ér bennünket, a táplálkozásunkkal, a mesterséges anyagokkal egy csomó dolgot beviszünk, amikről később derülnek mondjuk ki, hogy rákkeltő hatásuk van, vagy szerepe van a rákoknak a kialakulásában, és egy ilyen genetikai beállítottsága is a szervezetnek. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, de alapvetően elmondhatjuk, hogy van egy genetikai hajlam, van egy környezeti ártalom, meg az expozíciós idő, a hosszú élet ezek mellett szólnak. Elsőként említette, kicsit visszacsatolok, azt, hogy a gyermekvállalás kitolódik. Gondolom korábban volt 20 év, 25 év, aztán most már beszélhetünk arról, hogy 30 és a fölött a karrierépítés és minden egyéb után szeretne az ember gyermeket vállalni? Így van, részben ez is szerepet játszik, részben nyilvánvalóan a teljesítménykényszer rányomódik a generációkra, és ugye ha valaki 30 fölött szeretne gyermeket vállalni, akkor már az idő jóval szűkebb, tehát ilyenkor a mesterséges beavatkozásoknak, a hormonkezelésnek a hatása az biztos, hogy nem múlik el nyomtalanul az emlőállományon, ami kifejezetten egy nőgyógyászati hormonok által befolyásolt szerv. Ezt a rendezvényt is a Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda patronája szervezi. Mit tudunk az Egészségfejlesztési Irodáról? Én utána néztem, 2012-ben találtam úgy az első hírt, hogy egy pályázat kapcsán elindult, volt neki egy x éves, azt hiszem kétszer-két éves fenntartási ideje, de még most is van EFI. Hogy? Hát, vagy szóltam, EFI van, volt, lesz. A lényeg, hogy az Egészségfejlesztési Irodának alapvetően népegészségügyi célzattal működik. Most próbálják összekapcsolni a különböző országos hálózatokat. Ez a pályázati időszakban nagyon felfutott, és én azt gondolom, nagyon sok szakmai munka van mögöttük. Rengeteg rendezvényre, programra, világnapon veszünk részt, és ott különböző programokat, szűréseket, előadásokat szervezünk. A Pink Október nevű programhoz ez a mellrákellenes világnap, vagy hónap, már tavaly is csatlakoztunk. Az említett, a bevezetőben említett Ignác Magdolna könyvéből tudnék pár dolgot idézni, tehát érdemes elolvasni, anélkül, hogy reklámoznám. Nagyon hiteles az, hogyha valaki átesik ezen, és maga is belátja, hogy milyen hibákat követett el, ami oda vezetett, hogy belekerült, de hogy miből áll, és hogyan lehet átvészelni ezt az időszakot, nagyon sok szempontból tanulságos, és egyébként egy nehéz történet. Nekünk a feladatunk, mint egészségfejlesztésről, de hogy ezt megpróbáljuk megelőzni, tájékoztatni a lakosságot. Elérhető a honlapunk is, és a Facebookon is van az egészségfejlesztésről, annak egy Facebook profilja, ahol szintén válaszolunk a feltett kérdésekre, tájékoztatjuk a lakosságot, mikor, milyen rendezvények találhatók ezen belül a Pink Október rendezvénysorozaton belül. Ugye rögtön van egy, 10. hónap 17, 16 óra 30, Sóstó fürdő, egy séta, futás, ki mit szeretne tenni, mit lehet erről tudni? Hát ezt, hogy az Egészségfejlesztési Iroda ennek a programnak a keretén belül szervezi meg, ez egy közösségi megmozdulás, aminek a szerepe az, hogy megpróbáljuk a népegészségi szülés szempontjából nagyon fontos emlőrák diagnosztikát népszerűsíteni, hogy igenis, aki tudomása van, hogy mennie kell erre a vizsgálatra, menjen el, hiszen ezzel megelőzhető ez a betegség, illetve nagyon korán felfedezhető, és akkor jó esélye úgy kezelhető, hogy az életvitelében nem fog maradandó károsodást szenvedni az egyén.
hát összességében rendkívül nagy a társadalmi pozitívuma, hogyha időben felfedezésre kerülnek ezek a betegségek. Mi történik abban az esetben, hogy ha nem időben fedezzük fel ezt a csomót, amely problémát okozhat az emlőben, akár beszélhetünk a férfiakról is, mert utána néztem egy statisztikának, én 150-200 férfi halálát okozhatja, és 5-6 ezer szeméről derül ki évente, hogy emlőrák problémája van. Nyilván a férfiakat is érinti az emlőrák betegsége, és ha el lehet mondani összességében, hogy a férfiaknál kialakuló emlőrák, az jóval rosszabb prognózisú betegség, mint a női emlőrákok, de erről nyilván az onkológusok sokkal többet fognak tudni mondani. Azt lehet elmondani, hogy az emlőráknak a kezelése az országonként és kultúránként megoszlik. A magyar orvostársadalomban az emlőráknak a szűrése az részben az említett radiológia, részben a nőgyógyászati vizsgálatok keretében történik, viszont a kezelése az a sebészetre és az onkológiára tartozik. Ugye a nőknek a nagy rettegése az emlő csonkító műtétekkel kapcsolatos későbbi esztétikai problémák az életveszély mellett, mint másodlagosan kialakuló problémák. Ezekre gyakorlatilag már nagyon jó és nagyon korrekt megoldások vannak, és tényleg elmondható bármely típusáról az emlőráknak, hogy minél korábbi felismerés elesetén, minél könnyebben és minél jobban és minél maradandóbb károsodás nélkül gyógyítható. Nagyon szép műtétek vannak, nagyon szép helyreállító műtétek vannak, mind a kemoterápiának, mind a sugárterápiának, mind a hormonterápiának óriási jelentősége van ebben a betegségben, mint kezelésben. Ez igazából úgy történik, hogy a megállapított emlőráknak van egy szövettani diagnózisa az előbb említett mintavételt követően, és a kezeléssel kapcsolatban egy úgynevezett onkotím fog nyilatkozni. Tehát ez nem egy emberes vagy egy szakmás kezelés. Az onkotímbe az operáló sebész, az onkológus sebész, a radiológus és az onkológus, aki az utókezeléseket vagy esetleg előkezeléseket végzi, együttesen, mint egy tím meghozza a döntést, az adott szövettani típus és az adott előre haladottsági állapotnak megfelelően. Természetesen, mint ahogy beszéltünk róla, egy későn fölismert emlőrák, amiknek már áttétei vannak, az gyakorlatilag egyértelműen egy halálos betegség, és van olyan, amikor már a műtét nem, a kemoterápia, a sugárterápia, a hormonterápia nem tud segíteni, tehát maradunk a fájdalomcsillapításnál és az útnak a végigkísérésénél, ami sajnos minden alkalommal előfordulhat. Mennyire agresszív a mellrák itt az áttéteket tekintve, hiszen lehet olvasni olyan ráktípusokról, amelyekre azt mondja a szakma, hogy agresszív, nagyon gyorsan terjed és nehéz megfogni, megakadályozni annak a tova terjedését. Az emlőrák, mondom, egy nagyon heterogén betegségtípus, tehát nagyon nehéz ebben így mondani, de az emlőrákoknak a döntő többsége az igazából jól kezelhető, elsősorban a regionális nyirokcsomókba ad áttétet, tehát a műtéteknél ezeknek az eltávolítása megtörténik, a szentinel vagy őrszem nyirokcsomóknak, amik a hónajárokban találhatóak, azoknak az eltávolítása megtörténik, és hogyha ott nincs, akkor szinte biztos, hogy távolabbra nem került, nyilván nem mondható 100%-kal, de ezeknek a követése csontszintigráfiával, illetve CT-vizsgálatokkal történik, a csont és az agymetasztázisok jelentősége van elsősorban meg. De még egyszer mondom, nagyon heterogén a betegségtípus, tehát nagyon sokféle dolog lehet. Alapvetően ez a ráterjedéses vagy mellette lévő szervekre ráterjedéses forma nincsen, hanem elsősorban a nyirokutakon keresztüli terjedés van. Szűrővizsgálatokat folytatva felnéztem adás előtt a kórház honlapjára. És például örömmel olvastam, hogy van olyan szűrővizsgálat is, hogy egy bőr elváltozásról küldök egy képet, és azt egy mesterséges intelligencia nagyjából eldönti, hogy van-e vele probléma, vagy nincs. Milyen új utak vannak mindebben a szűrővizsgálat tekintetben, illetve az e-firoda mit tud felvállalni, milyen ismeretterjesztést, mert ha jól emlékszem, több esetben már láttam mondjuk, amiben be lehetett kapcsolódni, élő közvetítést is a Facebookon, ahol szakemberek próbálták a világhálón elmondani ugyanazt, amelyet itt most próbálunk a nézőknek. Elég sok dolgot érint ez a kérdés. Elsődlegesen a mesterséges intelligencia térhódításával nagyon sok olyan diagnosztikus lehetőség jutott, hogy úgy mondjam, közkincsé vagy érhető el, ami korábban nem volt.
Például a tüdő daganatoknak a szűrésében egy ilyen nagyon kis dózis, úgynevezett low dose computer tomográfia, tehát egy mellkas CT készül, amivel szintén ezekben az input, tehát a beadás, az információ beadása jelenleg is folyamatban van, de már megközelítve nagyon jó statisztikai alapon szűrik. Megvannak azok a támpontok, ugye ezek kicsi sugárdózissal, viszonylag kicsi röntgen terheléssel történnek, sugárterheléssel, és megmondják, hogy ki az, akinek tovább kell lépni, ki az, aki nem. Nyilvánvalóan történnek a különböző rizikófaktoroknak a mérése, ami nagyon-nagyon fontos. Itt mind a genetikai determinisztikusság, tehát hogy milyen örökletes állományok vannak a családban, milyen daganatok fordultak elő, illetve nyilván a környezeti tényezők együttese. Még visszatérve az előtte lévő kérdésre, hogy gyakoribb a daganatos megbetegedés most, mint mondjuk volt 100 évvel ezelőtt, nem véletlenül forrong a statisztika, mert nem lehet egyértelmű, objektív támpontot mondani. Azok a tények, amik felfedezésre kerültek, tehát elsősorban múmiák vagy exhumált holttestek kapcsán, azok azt mutatják, hogy a korösszetételt összehasonlítva valószínűleg nagyon-nagyon hasonló az arány. De nyilván, mivel kitolódott az élettartam, bizonyos dolgok gyakoribbá váltak, több van belőle. Pusztán statisztika alapon, hogyha több 60 év fölötti van, akkor náluk bizonyos dolgok, mint a vastagbérek, stb. Előfordulása nyilván meg fog nőni, hiszen a társadalomnak a korfában nagyobb csoportot, vagy nagyobb, szélesebb szeletet vesz el, mint ami korábban volt. Az egészségfejlesztési irodának nagyon fontos feladata van abban, hogy az ezzel kapcsolatos szűrővizsgálatok, amik akár a kórházunkban, akár máshol elérhetőek, ezeket próbálja idézőjelben reklámozni, mert ez nem csak reklám, ez egy tájékoztatás tulajdonképpen. A lényeg, hogy a szélesebben vett lakosság meg tudja ismerni, hogy ezeket hol éri el, hogyan általában. Nyilván általánosságban, mert egyéni individuumok vannak, tehát bizonyos embereknél más típusú vizsgálatokra is szükség van, de úgy általánosságban, hogy a lakosság ezeket hogy éri el, hol éri el. Fontos, hogy ezeket a tájékoztatásokat akár a Facebook oldalunkat, hogy látogassák, nézzék, rengeteg információ van. Minden egyes diagnosztikus vizsgálathoz, vagy szűrővizsgálathoz különböző videóanyagok kerülnek feltöltésre. Ezeket általában az adott szakmának a szakorvosai, vagy szakorvos jelöltjei mondják el. Egyrészt azért, mert hitelesebb, másrészt meg lényegesen nagyobb információval rendelkeznek, mint egy általános orvos. Próbálják tájékoztatni a lakosságot, illetve a nézőközönséget arról, hogy milyen módon és hogy ez miért fontos, milyen lehetőségek vannak. Nyilván, hogyha megfelel a tájékoztatás, véleményem szerint, és ez erős meggyőződésem is, sokkal bátrabban mer belevágni valaki egy-egy vizsgálatba, hiszen tudja, hogy mi történik, ha elmarad, és mi történik akkor, hogyha ezen részt vesz, és azt időben történik meg, megfelelő szakismeret birtokában. Ha már akkora a baj, hogy a csonkoláshoz vagy műtéthez kell folyamodni, mit tud javasolni a hozzátartozóknak, a családtagoknak? Mert rájuk egy óriási felelősség hárul, hogy egy-egy adott hölgyet ezen a krízisen valahogy átsegítsék, valahogy megoldják közösen ezt a problémát, amitől minden hölgy nagy valószínűséggel nagyon-nagyon retteg. Hát a családnak ez nyilván az ember azt tudja javasolni, hogy minden szinten álljanak a hozzátartozó mellett. Maguknak, a betegeknek azt szoktuk javasolni, hogy rengeteg ilyen önsegítő csoport van, akik átmentek ezeken a betegségeken, és igazából az a hiteles, és ő nekik mind online térben, mind pedig személyesen vannak segítő beszélgetéseik. A kórházunkban van pszichológus, aki kifejezetten tud segíteni ezeknek a helyzeteknek az áthidalásában. Ezekre vannak megoldási stratégiák, de én mindig azt tartom a leghitelesebbnek, hogy azok a betegek, akik ezt a betegséget átélték, ebből meggyógyultak, azok a lelki utakat tudják segíteni. Nagyon fontos a laikus kampánynak ebből a szempontból is a szerepe, és a szűrések szempontjából is, és említésre került, hogy Amerikából indult ez a Pink Október. Igazából ott nagyobb nem sporteseményeken mindenhol reklámozzák, tehát ilyenkor, hogy az ember egy kicsit kinéz a világba, akkor látja, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban minden erről szól, tehát minden társadalmi eseményen, minden sporteseményen gyakorlatilag fölkarolják ezt, és nem csak laikus tájékoztatás, hanem kifejezetten gyűjtés is van ebből a szempontból, és ezt általában teljesen hitelesen a betegek, akik túlmentek és átmentek ezen a betegségen, azoknak az önsegítő csoportjai szokták igazából szervezni és moderálni.
Ugye 17-én 16:30-kor a Sóstófürdőn lesz egy picit sportosabb, egészségfejlesztősebb nap, azonban másnap 18-a szerda 19 óra a Csipke Hotelben szintén egy díjmentes rendezvényre várják a résztvevőket. Kinek szól az esemény, illetve mi történik ott? Az esemény mindenkinek szól, és egy igazából egy kötetlen beszélgetés lesz ebben a témában, amiről most mi beszélgetünk, abban a különbséggel, hogy bárki bármikor közbe fog tudni kérdezni, nem csak a műsorvezetőnek lesz lehetősége rá, hanem a közönség részéről mindenki, aki bármilyen kérdést megfogalmaz, az meg fogja kapni a lehetőség szerinti szükséges információt. Ha pedig ezt pontosan ott helyben nem tudjuk megadni, akkor mondani fogjuk, hogy hol van az a lehetőség, ahol hozzáfér az információhoz. Nagyon fontos üzenete van a nyilvánosság felé egy felvonulásnak, egy rózsaszín esernyős felvonulásnak, amely szintén a Csipkétől indul. Mi lesz a végpont, hogyan lehet mindebbe bekapcsolódni? Hát a helyszínen elsősorban részt kell venni az előadáson, több okból is. Egyrészt, mert a főorvos nagyon fontos dolgokat mond el. Másrészt a közösség, mint összetartó erő. Harmadrészt pedig azért, mert nagyon fontos az a tájékoztatás, amit a nyilvánosságnak szeretnénk mondani, túl azon az egyes gondolatokon. Ezt legjobb lenne, ha mindenki el tudná vinni otthonába, ismerőseinek, barátainak, hogy miért fontos ennek a megelőzése, miért fontos a diagnosztika, miért fontos ezen részt venni, és minél hamarabb, hogyha van valami baj, akkor derüljön ki. A felvonulása a rendezvény helyszínéről indul, és várhatóan a belvárosban fog ez befejeződni itt az éjszakában, a sötétben, mert már most korán sötétedik. Itt maga a nyilvánosságnak a felhívása lenne a szerepe ennek a felvonulásnak, hogy a lakosságot felvilágosítás mellett tudjuk tájékoztatni ennek a fontosságáról, és hogy igen, ez a hétköznapjainkban él, ne dúljuk a fejünket a homokba, hanem nézzünk szembe vele, és menjünk elébe, diagnosztizáljuk, hogy ha van ilyen baj. Hölgyeim, uraim, van egy meghívó, egy ingyenes díjmentes rendezvényre, Csipke Hotel, szerda, 19 óra, és egy figyelemfelhívó felvonulás is. Nagyon szépen köszönöm az információkat, remélem, hogy tudtunk a nézőknek segíteni, de akinek kérdése van, ott a szakemberek, gondolom, a helyszínen mindent megválaszolnak. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak. És köszönjük. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten is, tudják, kedden este 7 órakor mindig egy-egy adott aktuális témával jelentkezik a Beszéljünk Róla magazin. Szép estét kívánok, viszontlátásra! Lajos, a bankjától hívom. Észleltünk egy gyanús tranzakciót a számláján. Azonnal le kell tiltanunk a kártyáját. Ehhez szükségem lenne a bankkártya adataira és az SMS-ben kapott hitelesítőkódra. Ájjájájájájájá! Minek az magának? Résen voltál? Soha ne add meg banki azonosítódat senkinek, mert a csalók csak erre várnak. További információkat a kiberpajzs.hu oldalon olvashatsz. Készült a Magyar Nemzeti Bank megbízásából. Glac Oszkárnak a kiállítását készítettük most el a Kiskolasi őszi tárlat sorozatunkban. Most már ez az 5. kiállítás lesz. Glac Oszkárról tudni kell, hogy ő a monarchiában indult, és a Kora Kádár rendszert is még megélte, tehát elég szép hosszú pályát futott be. A Kádár rendszer gondoskodott róla, hogy nagyjából elfelejtsük a nevét, és ez a kánon megmaradt a mai napig. Most mi kiástuk az elfeledett művészek közül, és megpróbáljuk az értékeit újra felfedni és megmutatni a közönségnek az életpálya első 15 évéből, ami leginkább Nagybányához közelesik.